Akció. Az az igazság, nem igazán érzem az etében azt, hogy meg tudná fordítani ezt a meccset, hiszen gyakorlatilag az első néhány perc után végig fut az eredmény után a vendégcsapat. Mohács egy picit rosszul jött a labda, de azt akartam mondani, hogy bedobta, de hát Mis is leszette. Berkis, Mohácsi még egyet próbálkozhat. Ott is van, másodszorra már megvan. ...64-53. Befejezve az előbbi gondolat menetet, azért 10 pont nem olyan sok a mai kosárlabdában, de még egyszer mondom, nem igazán érzem az etében az, hogy lenne olyan átütő erő és lendület, hogy innen fordítanának. Hozzátéve persze azért meg kell ebben negyedben is dobni azt a 18 pontot a nyíregyháziaknak, hogy rendben legyen minden. Nelson egy perc már lecsordult és 11 pont az előny. Misics, kiosztja, folyák, tripla, rövid, Kovács. És a második is, Mis is szedte a lepattanót. Folyák, Mohácsi, Nelson, Folyák. Közkívánatra csere, Dalibor Mis is ismét a pályán. Sokat nem játszott, viszont nagyon hasznosan jó négy lepattanót leszedett, és a közönség 20 pontos előnynél természetesen Ferenczi Tamás engedett a közönség kérésének, és beserélte a még egyszer a magyar mezőny legmagasabb játékosát. Kovács Ádám, Baki Kertész. Kisúszott a labda. Olyan eset, hogy mondjuk a vendégcsapat vezet, az ellentétezett fontosabban. Mis is teszett a lepattanót.
Hempstead. Thank you.